Lavati Tamás, a Mosonmagyaróvár vezető edzője áll mellettem. Hát volt itt a csapatban, úgy gondolom. 20 perc után 10-zel vezetett az ellenfél, a lányok mégis visszajöttek, és már nem fogjuk megtudni, de lehet, hogy 5 percig még tart ez a mai mérkőzés, akkor megfordítják a találkozót. Hogyan értékel a mester? Hát az elején mi nagyon nagy respektussal mentünk a mérkőzésbe, én azt láttam. Voltak ott technikai hibák, és a Siófok tudott egyszerűen indulni belőle. A védekezésünk nem működött úgy, ahogy akartuk, de aztán váltottunk védekezést, és ott éreztem, hogy megakadt a Siófok, és egyszerűen éreztem azt, hogy tudunk, bírunk futni, és a másik fél időben arra szántuk, hogy menjünk, és a csajok belőtték az ígyszereket, nem volt olyan sok hiba, és visszajöttünk a mérkőzésbe. De azt meg kell mondani, hogy ez egy világklasszis csapat a Siófoknál, és én nagyon örülök annak, hogy a csapatom így tudott küzdeni. Nem volt ott a keretben Szepes Ivett. Én személy szerint nem láttam erről információt az önök honlapján. Mi a helyzet vele? Miért nem volt itt a mai találkozón? A mai találkozón nem volt azért, mert megbeszéltük azt, hogy erre a meccsre most nem jön ki. Volt 16 játékosunk, úgyhogy nem jött ma a mérkőzésbe, mert vannak más terveink. Németh Csilla, siófokiak játékos áll mellettem. Győrtől elszenvedett vereség, utána volt pár nap gondolkodni, felkészülni a mai találkozóra. Hogyan telt ez a pár nap? Beszélgettetek az öltözőben, milyen volt a hangulat? Hát igen, az a győri meccs az nagyon rossz volt, ezt mondhatjuk, de főleg még az is szerintem a Dunai Város elleni EHF kiesésnek volt is köszönhető, hiszen az is nagyon lelkileg megviselte a csapatot. Utána ez a győri meccs nagyon rosszul sikerült, ez is még nehezebb volt. Hát nem volt sok időnk, átbeszéltük öltözőben is, együtt is, edzővel, edző nélkül, mindenhogy, de hát menni kell tovább, úgyhogy hát nehéz volt. Most sem volt minden rendben, hát ez a mérkőzés egy nagyon sima találkozónak indult, 20 perc után közte 10 volt, aztán hát a végén izgulni kellett. Miben látod ennek okát, illetve hogyan értékeled önmagad játékát, hiszen gólokat tettél hozzá a mai győzelemhez? Hát az első fél időben nagyon jól kezdtünk, ott látszott tényleg, hogy próbál mindenki túllépni ezen az előző két-három meccsen. Koncentráltunk, jól ment a védekezés, jól ment a lerohanás, ezért is sikerült nekem is gólokat szereznem. Az szerintem az tényleg jó volt. A második fél időben hát sajnos megint leeresztettünk. A védekezés is kicsit szétesett, támadásba is megint lelassultunk. Hát ezen kell még javítani. Krisztián Dámi, ez a Siófok szakvezetője áll mellettem. Hát majdnem sikerült egy megnyert mérkőzést eladni. Hogyan értékel a mester? Very happy. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon örülök a két pontnak. Ha egy csapat nem örül ennek, akkor az valami probléma van. Természetesen tisztá vagyok azzal, hogy a második fél egy teljesítmény nem volt elfogadható. Az első fél időben jól játszottunk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ezen a héten két nagyon-nagyon nehéz mérkőzésünk is volt. Úgyhogy át fogjuk beszélni a második fél idő történéseit, de ettől függetlenül ismét most az volt a legfontosabb, hogy megszerezzük a két pontot. Két mérkőzés nem szabad összehasonlítani, a hétközit, illetve a hétvégit, de olyan értelemben párhuzam vonható, hogy 20-20 perc után megváltozott a játékképe. Ennek lehet oka, illetve miben kell ennek okát keresni? Én úgy gondolom, hogy egy jó pár játékosom fizikálisan egy picit fáradt volt már a második fél időben. Meg fogom nézni ezt a mérkőzést, és utána át fogjuk beszélni azokat a problémákat, amiket ebben a játék részben vétettünk. De mondom még egyszer, most nem szabad emiatt egy 30 perc miatt letargiába esnünk, hanem ki kell elemezni a dolgokat, és abból tanulni kell, és a legközelebbi meccsen ezeket a szituációkat sokkal jobban lejátszani. Úgyhogy két ponttal térünk haza, és ennek örüljünk, és ne legyünk most negatívak.